Vasárnap már reggel óta kígyózó sorok álltak a Kiskanizsai Közösségi Háznál. A múlt héten egy felhívás járta be az internetes felületeket, hiszen egy nagykanizsai fiatalember megsegítésére B-pozitív vérre volt szükség. Kiskanizsán minden évben a hagyományoknak megfelelően kétszer szervezünk véradást. Azt is elmondhatjuk, hogy ezek a véradások sikeresen zárulnak, és a mai nap tényleg egy kicsit különleges, mert rengeteg irányított véradó jelent meg egy bizonyos személynek segíteni. Az önkéntes segítők közt volt nagy vendelés a kiskanizsai sarlós boldogasszony plébánia plébánosa. Rendszeres véradó vagyok, és ahogy figyeltem itt a mai nap, még túl sokan is jöttek össze, hiszen több mint egy másfél kellett sorbálni, és az a 40 fő, amire számítottak itt a, a vérrelátótól, azt majdnem hogy megduplázták, és hát itt voltak, akik már a, a kicsit türelmetlenkedtek, és elmentek haza, mert nem bírták kivárni, mert más programjuk volt. Összesen 64 fő tudott sikeresen vért adni vasárnap, de mint azt Gór hangsúlyozta, aki nem tudott részt venni a hétvégi akción, kedden is adhat vért a bazárudvarban délután egy és három óra között.